Szerintem biztosan nem vagyunk egyedül azzal, hogy az ünnepek alatt szeretünk nagyokat enni. Azonban ennek hatása a szervezetünkre nem feltétlenül jó. A témáról Anta Lemese dietetikussal beszélgetünk. Szia, köszönöm. Hello, szia. Sziasztok. Hát az az igazság, hogy én az a típus vagyok karácsonykor, hogy egyáltalán nem tudom a korlátokat, nem ismerem a korlátokat. Ezt tanúsítom. Azt teszek, amit csak látok, még akkor is, amikor nem vagyok éhes. Uh-huh. Gondolom, ez nem egyedi eset. Hát nem, de hát akkor szerintem te olyan vagy, mint általában a többiek, hogy egyszer esznek általában ünnepnapokon, reggeltől estig. Így van! Nem? Tehát mondjuk szerintem ez az, pedig azt kellene, hogy azért ilyenkor is legalább mondjuk olyan ezt a három fő étkezést tartjuk meg, de hát ehhez mi kell? Az, hogy ne lássuk, főleg a süteményeket, tehát tegyük el. De akkor is tudom, hogy ott van. Igen, hogy valahol a kamerába elraktuk. Meg az... hogyha mást is csinálsz például, vagy csináltok, tehát nem csak fekszünk evés után, hanem elmegyünk sétálni, például, mert azért ugye úgy is lehet beszélgetni, nem csak ülve lehet beszélgetni, hanem menve is lehet, és akkor már talán egy kicsit kalóriát is égetünk, hiszen azért a mozgásnak, a táplálkozásnak édes testvére a mozgás is. De van esetleg valami jó taktika, okay, hogy az ünnepek előtt, hogy akár esetleg már az azt megelőző egy-két hétben nekiállunk diétázni. Pont amikor a Mikulás csomagot megkapjuk. Igen, na ez a helyes, meg még van az adventi kalendárium. Igen, ez a december, ez nagyon nehéz szokott lenni. Ez egy nagyon nehéz dolog, de hát itt tudatosnak kell lenni, jó? Ez a szó, hát ez nyilván, ó, persze. Nem, tehát amit mondtál, hogy kicsit, hogyha valaki tudja magáról, hogy nem szeretnék mutogatni, hogy többet szokott tenni ezeken a napokon, akkor tényleg előtte azért egy kicsit fogja vissza magát. Tehát ez nem azt jelenti, hogy na, akkor most koplalunk, és akkor van három nap habzsidőzsi, és utána megint teljes null diéta, mert azért a szervezet ezt a nagy szélsőséget nagyon nem szereti. Tehát azért egy kicsit tényleg ilyen növény, mondjuk, mint egy zöldségkúrát, vagy már mint pár napos csak olyat kúrát csinálunk, hogy mondjuk zöldségeket teszünk, párolt brokkolit, hogyha szereted, vagy spenótot, nem tudom, még mondjak ilyen jó kis dolgokat, de ezek nagyon finomak, és akkor utána azért lehet, hogy még följön pár kiló, bár rád azért nem baj, de nem lesz olyan drasztikus. Tehát ez az, ami szerintem előtte és utána azért egy kicsit fogjuk vissza magunkat, hogyha tényleg hogyha szeretünk enni. De azért csak-csak eljönnek az ünnepek. Hogyan álljunk neki a menü megtervezésének? Gondolom ott is vannak azért olyan alapanyagok, amiket érdemes helyettesíteni kevésbé hízlaló alapanyagokkal. Hát itt mindenféleképpen, itt megint csak azt mondom, hogy a tervezzünk. Tehát eleve most azért a fenntarthatóság, élelmiszer pazarlás azért szerencsére előtérbe jött. Tehát ezekre is oda kell figyelni. Hányan jönnek hozzánk, vagy mi megyünk? Hány napra kell főznünk? Mi a tradíció? Valaki esetleg halat szokott enni, nézek rá, de nem harrudacskát, hanem mondjuk halat szokott enni, vagy, tehát hogy mit tudunk például a maradékokkal készíteni, de visszatérve a kérdésedre, mert néha szoktam azért azokra is válaszolni, hogy például mondjuk egy töltött káposzta itt vegán módon, hogy nem kell vegán módon, de az a lényeg, hogy például mennyi a káposzta, hús, rizs arány. Hogyha a káposzta dominál, az már tök jó. Hogyha mondjuk a barna rizst vagy gerslit használunk, például a fehér rizs helyett, az már milyen tejfölt használunk, 20% zsírtartalmut, vagy kevesebbet, tehát hogy itt milyen... apróságok is számítanak. Sok kicsi sokra megy. Milyen süteményt teszünk, nyilván a beigli, ezek hozzátartoznak, ugye? De itt is milyen a töltelék, mennyi a töltelék, mennyi cukrot használunk. Tehát ezekkel például egy fahéjas mondjuk, hogyha mint fűszert használjuk a fahéjat, az azért az is az édes ízt adja. Tehát akkor nem kell annyi cukrot használnunk. Tehát ezek azok, amikkel szerintem tudunk így játszadozni. Ha mindezeket a hasznos tanácsokat végül mégsem sikerül megfogadnunk, akkor ez alatt a három nap alatt úgy átlagosan hány kiló tud felszaladni egy ember? Hát olyan 2-3, akár 4 kiló is föl tud szaladni. Ez mennyi idő alatt lehet ledolgozni?
Hát, na ez a baj. Sokkal hosszabb ez, folyamat, ez, gondolom. Ez, hát, mert utána azért ne felejtsük el, hogy jön még egy szilveszter is, amikor lehet, hogy akkor is kirúgunk a hámból, és ott azért, vagy akár az alkoholizálunk is kicsit, és azért az alkoholnak is elég magas az energiatartalma, tehát ezzel is tisztában kell lenni. Tehát én inkább azt mondom, hogy próbáljuk vissza, tehát hogy ne csak mennyiségileg gondolkodjunk, hanem ez egy gasztronómiai élvezet legyen. Igen, és nem is feltétlenül azért kell ügyelni, hogy a tükörben aztán tetszünk magunknak, hanem azért bizonyos egészségi kockázatokat is rejt magában, hát, ez a végtelen habzsolás. Hát ezt mindenki, nem tudom, hogy te, ami bevallottad, hogy ennyire ez nem tudsz ellenállni, mit érzel? Hát gondolom elnehezülsz, nem tudsz annyira gondolkodni, hogyha mi ilyen pozitívum, tehát ez még csak az enyhébb verzió. De a másik, hogy nyilván gyomorrontás, hasmenés. Én általában jól érzem magam, hogy oké, okay, a szerencse lehet, de ezt kívánom most is. De azért szóval komolyabb tünetek is lehetnek, vagy nyilván egy epe probléma, vagy hasnyálmirigy, akut hasnyálmirigy gyulladás, hogyha nagyon zsírosat, nagyon hirtelen, nagyon sokat eszünk. Tehát azért ebben tényleg oda kell figyelni, aki hajlamos rá, az koncentráljon. És még egy, akinek szigorú diétára van szüksége, az karácsonykor is. Tehát egy cukorbeteg, karácsonykor is cukorbeteg. Fontos odafigyelni. Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat. Köszönjük. Áldott ünnepeket. Viszont kívánjuk.